Szeretettel köszöntök mindenkit. Szabó András művész úr, akit már ismerünk, mert ő többször volt itt Bogdányban, ezen a megemlékezésen is, kultúrházban is, tehát ő ismerő számunkra, és ő vállalta, hogy felelő előadásával itt szóval tart bennünket, és ráhangol bennünket az ünnepségre, amit nagyon szépen köszönünk, András. És akkor átadom a szót, és köszönöm szépen. Szépen süt a nap, így van, és talán elmarad ez a csúnya szél is. De még mindig jobb az idő, mint tegnap volt. Ennek örüljünk. Én Balassagyarmatról jöttem, balassagyarmati születésű vagyok, tehát érzékenyen érint ez a kérdés. Ha az Ipolynak a bal partjára, vagy illetve jobb partjára néztem át, akkor nagyon gyakran csak sóvárogva figyeltem az ottani tájat, az ottani embereket, hiszen abban az időben csak két alkalommal lehetett átmenni. Ugye a hajózhatónak kikiáltott határfolyón, hogy eljussak például Zsébe, ahol született Zsé Nagy Lajos költő és író, azért a Zsé betű a neve előtt, hogy a sok Nagy Lajostól megkülönböztesse magát, és utaljon Zsé nevű kis szülőfalujára is. És ezt a kis prózát akkor itt a megemlékezés elején hallgassák meg tőlem. Ő írta, az a címe, hogy Szülőföldem. Úgy övezi az én szülőföldem karikást, mint a virág szirmai a porzókat. Jó nagyok ezek a szirmok, de gyalog is körbejárhatók néhány nap alatt. Ilyen falvak bújnak még meg a szirmok kék ege alatt. Sklabonya, ahol születtem, és ahol először akart agyon taposni egy autóbusz. Az a szlovák parasztasszony, aki elrántott a kerekek alól még él, és én meg sem köszöntem neki második születésem. Alsó-Sztregova, ahol nem csak a tragédia, apám is született. Balassagyarmat, ahol először ültem vonatra, és először is utoljára loptam selyemcukrot egy piaci sátorból. Apátújfalu, Kóvár, Ipolykeszi, Ipolybalog, ahol szerintem a legszebben beszélnek magyarul, Kis- és Nagykürtös, ahol legalább olyan szépen szlovákul, és természetesen Zséj, 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 ahol először léptem át az iskola küszöbét, hogy Szlávik Margit tanítónéni ne csak a betűvetésre tanítson meg, hanem arra is, hogy szülőföldem szép határa, meglátlak-e valahára, ahol állok, ahol megyek, mindenütt csak feléd nézek. Zséj, eleven s halott rokonaim faluja, nagyanyáimmal, öcsémmel a temetőben, s egy szürke kis házzal a kis patak mellett. A házban ők, akiknek első születésem, s valamennyi újjászületésem köszönhetem, s akiknek még nem köszöntem meg semmit. Apám és anyám. Köszönöm, hogy meghallgatták ezt a prózát. A másik felvidéki költő, sajnos már nem él, Kulcsár Ferenc. Hát az ő kisebbségi léthelyzetére és az ottani magyarság kisebbségi helyzetére, megszorított létállapotára utal a most következő vers is. Ki az írást megtalálja, fáj a szíve, tiszta szája, fájt öntözgetné, világ végi vén óráig. Örvény mellől sose tágít, futó láza vizet áhít, láng lenne, jaj, az lehetne, világ végi vén óráig. Ki az írás megtalálja, újjong annak lába, fiókáit költögetné, világ végi vén óráig.
mint a föld és a nagy öröm. Kering, kerek aranykörön, napszekére ülni vágyna, világ végi vén óráig. Ki az írást megtalálja, éhes, éhes annak nyája. Pásztor sípja elsírdogál, világ végi vén óráig. Ki az írást megtalálja, szomorkodik egyet rája, gondolkodni földbe dőlne, gyökérmódra földbe nőne, sírná föl a nagy erőket, világ végi vén óráig. Nagyon szépen köszönjük, András. Egy pillanat türelmet, harangszó, egy rövid harangszó, és akkor utána majd, ha elhallgat a harang, akkor kérném a zenekart, hogy akkor a himnuszt indítsuk. Egy pár perc türelmet kérek, amíg a templomkulcs előkerül, hogy harangozni tudjunk. Köszönöm szépen! Thank you.
Tisztelt Hölgyeim, Uraim! A Duna-Bogdányi Eszterházy János Társaság nevében nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki jelenlétével megtiszteli a Felvidékről és Erdélyből való kitelepítés évfordulóján rendezett megemlékezésünket. Külön köszöntöm Schuster Gergely polgármester urat, a képviselőtestület megjelent tagjait, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét Vogel Norbertet és a jelenlévő képviselőket, Lanczendorfer István plébánosatyát és a civil szervezetek vezetőit, jelenlévő képviselőit. Különös szeretettel és tisztelettel a Felvidékről érkezett vendégeinket, Horváth László urat, megemlékezésünk szónokát és családját, akik Somorjáról érkeztek hozzánk. Nagy szeretettel köszöntöm meghívott művész vendégeinket. Hát Petrás Mária művésznőt majd, ha megérkezik, majd akkor külön is köszöntöm. Valószínűleg ismerős ő, de azért elmondom, hogy egy prima primicia és magyar örökségdíjas népdalénekes, a Magyar Művészeti Akadémia tagja. És Szabó András irodalomtörténész urat, Kazinczy Radnóti és Madács díjas előadó művész urat, és még sorolhatnám a különböző címeit és egyebeket, és a Duna-Bogdányi Zeneiskola ifjúsági fúvószenekarát, akik idősebb Ott Rezső vezetésével, zenéjükkel színesítik megemlékezésünket. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat, és szereplésükkel ünnepélyesebbé teszik megemlékezésünket. Most pedig felkérem Schuster Gergely polgármester urat, hogy gondolataival nyissa meg ünnepi megemlékezésünket. Tisztelt emlékezők, tisztelt Eszterházy János Társaság! Csak az a nemzet érdemes jobb sorsra és örök életre, amely meg tudja becsülni nagyjait, és amelynek mindig szem előtt lebeg azok példát adó munkássága. Ezt a mondatot Eszterházy Jánostól idéztem, és azt gondolom, hogy eljött az idő, hogy Eszterházy Jánost a nagyjaink sorába helyezzük. Nekem szerencsém volt, hogy a történelem tanár úr Horváth László mellé kerültem, aki azt mondta, hogy ne a nagyok közé helyezzük, hanem helyezzük vissza a nagyok közé. Engedjék meg, hogy a település nevében kifejezzem köszönetemet a Duna-Bogdányi Eszterházy János Társaságnak. Elegánsan és mindig tartalommal emlékeznek és emlékeztetnek minket a múltra és a nagyokra. És engedjék meg, hogy most Franta Teréz elnök asszonyt egy csokor virággal is köszöntsem. A mai nappal kifejezettem, mert látom, hogy itt izgul, de ez mindenkivel előfordul egy ilyen rendezvény, főleg, hogyha a művésznő késik. Úgyhogy Teri néni, az elmúlt évek munkáját szeretném önnek megköszönni a település nevében egy kis virággal. Tulajdonképpen az Eszterházy János Társaságtól, illetve egy tagjától, Inci nénitől tanultam meg, hogy nincsen betelepített, csak kitelepített. Duna-Bogdány menedéke minden otthonát elvesztő, háború elől vagy gondolkodásáért üldözött embernek. Külön köszöntöm én is meghívott vendégeket, akik színesítik a műsort, Horváth László történelem, esztétika szakos tanárt és kedves családját. A népdalének a sasztonyt, akkor majd a Péter külön. Ő lesz már a leghíresebb, így könnyű. És Szabó András előadó művész urat. Örülök, hogy újra találkozunk, és mindenkinek örömére szolgál. Magam nevében köszönöm, hogy itt vannak. Köszönöm az Eszterházy János Társaságnak, hogy emlékeznek és emlékeztetnek. Nagyon szépen köszönöm az ünnepséget, és érezzék jól magukat. Köszönöm. Köszönjük szépen! Az ünnepi beszéd előtt hallgassuk meg Szabó András művész úr előadásában Szalontai Rezső Két hazában egy igazsággal című esszé egy részletét.
Varsányi Viola abban a remek kis kiadványában közli Szalatnai Rezsőnek, ennek a kiváló felvidéki történésznek és írónak egy rövid levél részletét 1948-ból. Szalatnai Rezső volt az, aki Fábry Zoltán mellett a legmarkánsabban állt ki a felvidéki magyarság jogfosztottságáért, és többek között Szakasics Árpádnak ír egy levelet. És ebben a levélben beszámol arról, hogy micsoda minősíthetetlen bánásmódban részesül az ide telepített magyarság, ennek a magyarságnak a meghurcolása. Az ő részletét idézem tehát Szalatnai Rezső könyvéből, az a címe, hogy Két hazában egy igazsággal. Eltéphetetlenek a szülőföld szálai. Köldögzsinór ez, amelyet nem lehet elvágni, bármennyire is látjuk a nagy kést, s a műveletben megvakult bába cselekvését. A teherkocsi ajtaja olyan élesen csapódik be, mintha ketté akarná szelni az ember életét. Különös éjszakában megy át az ember a határon, s midőn leszáll és szétnéz, úgy érzi, meg fog maradni annak, aki oda át volt. Mert nem a szemléletben, sem annak módjában nem követett el hibát, melyet ki kellene javítani. Emberi önérzetét, melyre rárakódott egy negyed századon át a kisebbségi élet zománca, most úgy észleli, mintha valamely szint vett volna fel, amellyel új környezetétől felismerhetően különbözik. Ez az önérzet nem csak megvesztegethetetlen értelmi tudat, hanem kipróbált érzelem is. Az emberiesség és a szeretet nagyon egyszerű, de nagyon alapvető érzelme. Ezzel vált ki régi környezetéből, midőn nemzetiségét azonosította vele. Próbálták, felszólították, mondjon le róla, és olvadjon be. Ez számára jelentős előnyökkel jár. Emberi méltóságát védte, midőn feláldozta családja földi vagyonát, de megtartotta az erkölcsi tőkét, az emberiességgel azonos magyarságot. Most vagyon a töredékét helyezi el az új otthonban, s szétnéz az ismeretlen budai tájon. Erősen érzi eredeti magatartásának értékét, s hivatását az új hazában. Lépésünk még bizonytalan, de érzésünk biztos. És ez jó lesz az új hazának is. Őszinték voltunk, és őszinték maradunk. Megilletődve fogjuk meg az új kilincset, mely olyan szobába enged be, ahol nyugodtan éghet a családi kör tüze, nem fogja többé elfojtani gyűlölet és írítség. Lehajtjuk a fejünket, érezzük a hálát a fedél miatt. Kezdjük hát újra a munkát. A haza, melynek más a levegője, mint a szülőföldé volt, bizton szeretni fog érte. Beleharapok a szép piros almába, kóstolom a fehér zsemjét, elnézem a szabadság hídját, amint a reggeli fényben büszkén ragyog a vén Duna fölött. Van egy érzés, melyet 200 évvel ezelőtt Rákóczi íródiákja Mikes Kelemen szövegezett meg csalhatatlanul. Mikessel valljuk mi is. Úgy szeretjük már az új otthont, hogy el nem feledhetjük a régit. Elváltunk a szülőföldünktől, hogy záloga legyünk azoknak a testvéreinknek, akik megmaradhatnak rajta. Nagyon szépen köszönjük, és akkor felkérem Horváth László urat, tanár urat, hogy tartsa meg ünnepi beszédét.
Tisztelt emlékező közösség, hölgyeim és uraim! Jöhet idő, hogy emlékezni bátrabb dolog lesz, mint tervezni. Indítja sorait I. és Gyula a Haza a magasban című költeményében. Bátrabb új honta múlt időkben fürkészni, mint a jövendőben. Mi gondom, áll az én hazám már, védőbben, minden magasságnál. Amiről a költő ír, hölgyeim és uraim, az nem más, mint a szellem magaslatában megelevenedő hon, az egyén tudatában és a kollektív emlékezet által megteremtett örök érvényű otthonunk. Ennek fényében, ha például azt mondom Kolozsvár, Kassa, Munkács vagy Arad, akkor nem pusztán a mai határon túli városok képe, hanem Mátyás királyunk születése, Rákóczi sírja, Zrínyi Ilona hősiessége és az aradi 13 mártír halála jelenik meg közösségi tudatunkban. Kedves bogdányiak! Vajon mi jelenik meg az önök képzetében, e szó hallatán, Felvidék? Bizonyosan az ősök földjére, a gyökerekre, szüleikre, nagyszüleikre gondolnak, egyesek még a gyermekkorra, eleik békés, dolgos hétköznapját látják, és egy pillanatra talán újra élik a meghurcoltatás és az előzetés keserűségét is. De soha ne feledjék, hogy amíg van tudat, amíg van emlékezet, addig a Felvidék az önök hazája marad. Eltörölhetetlenül és megfellebbezhetetlenül. Nincs földi hatalom, ami ezt elveheti. Így maradhat messzire űzött sváb sorstársaik hazája Dunabogdány, ahogy úgy érzem, nekünk határon túli magyaroknak is Magyarország. Eleget téve az önök megtisztelő és megható felkérésének, engem is elfog az érzés, hogy hazajöttem. Hazajöttünk. Otthonról, Odaátról, Somorjáról. A városból, amely tudom sokuk számára egyáltalán nem idegen és ismeretlen. Mi, akik ott maradtunk, most élhetünk az utódállamban, Szlovákiában. Abban az országban, ahol egy 2007-es parlamenti döntés értelmében a benesi dekrétumok érinthetetlennek számítanak. És ahol bármi döbbenetes, ezekre hivatkozva ismét koboznak el földeket jogos tulajdonosaiktól. Ugyanez a szlovák törvényhozása hetekben egy a szlovákiai holokausztot elítélő deklarációt fogadott el. Megsüvegelendő, erkölcsileg kétségtelenül helyes dolog, mégis kettős érzést válthat ki belőlünk. Mert micsoda farizeusi hozzáállás, hogy miközben az egyik közösséget immár sokadjára és valódi tét nélkül megkövetik, addig a másikat szóra sem méltatják. Szlovákia ugyanis hallani sem akar a magyarok jogfosztottságáról. Idegesen és agresszívan reagál a múltbéli dolgok puszta felemlítésére is. Ékes bizonyítéka ennek a somorjai emlékműavatás utáni méltatlan külügyi karcsörgetés. Mi csak a nagyhatalmi játszmák áldozatai voltunk, szajkózzák, rendre elhárítva a felelősséget. Ez azonban köszönő viszonyban sincs a valósággal. Pontosan tudjuk, hogy Edward Beneš, korábbi külügyminiszter, majd köztársasági elnök, londoni emigráns kormánya a második világégés idején minden követ megmozgatott, hogy Csehszlovákia tiszta szláv nemzetállamként alakulhasson újjá, megszabadulva az ország szétveréséért kollektíve felelősétett német és magyar lakosságtól. Ehhez azonban akkor csak Sztálin támogatását sikerült megszereznie. A háború után a Potsdami konferencián összeülő nagyhatalmak végül ugyan hozzájárultak a németek deportálásához, a felvidéki magyarok kitelepítését viszont egy kölcsönös csehszlovák-magyar lakosságcsere egyezmény elfogadásától tették függővé. Magyarország természetesen nem támogatta az őshonos magyar lakosság szülőföldjéről való eltávolítását. Csehszlovákia ezek után döntött a belföldi széttelepítés mellett, amely által részben pótolhatta a szudéta németek kitelepítése nyomán fellépő munkaerőhiányt,
meggyengítette a magyar etnikai elemet a felvidéken, és nyomást gyakorolhatott Magyarországra a lakosságcsere ügyében. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy az Esterházy Társaság kifejezett kérésére most mindenek előtt a somorjai vonatkozásokra fókuszáljak. A túlnyomó többségében magyar lakosságú somorját drasztikus mértékben sújtotta úgy az államon belüli széttelepítés, tehát a csehországi deportálás, mint a csehszlovák-magyar lakosságcsere keretén belül megvalósuló áttelepítés és a magyarság statisztikai eltüntetését célzó reszlovakizációs politika is. 1947. februárja során városunkból 4 transportot indítottak Csehországba. Az ezt dokumentáló jegyzék 813 lakos nevét tartalmazza. A 161 családfőn és 106 munkaképes családtagon kívül zömmel úgynevezett nem dolgozó, tehát lényegében munkaképtelen emberekről volt szó. Várandós nőkről, csecsemőkről, kisgyerekekről, idősekről és betegekről. A kitelepítendő személyeket holmiukkal együtt általában teherautókra rakták, majd az akkor még létező somorjai vasútállomásra, vagy pedig a közvetlenül a fő vasútvonalon fekvő úszori állomásra szállították. Innen fűtetlen marhavagonokban utaztak tovább a célállomásra. A legtöbben Friedek-Miestekre, 413 főt és Novi Jicsínbe 344 főt vittek, néhány tucatot pedig Osztravára és Tisnovra. Emorvaországi állomásokon napokig vagy hetekig tartó utazásuk során csehgazdák válogathattak közöttük, mint a rabszolgák között, hogy aztán a Szudéta vidéken munkára foghassák őket. A szudétákra történő deportálásokat az erősödő nemzetközi nyomás hatására már 1947. február 22-én leállították. A jogfosztott magyarok az állampolgárságokat azonban csak 1948. októberétől kaphatták vissza. A csehországi széttelepítés mellett a magyarországi áttelepítés is igen nagy mértékben érintette a településünket. A lakosság cserére kijelölt személyek listáján csaknem 800 somorjai ember neve szerepelt, ám a lakosságcsere akció lezárásáig ezeknek csak egy részét tudták kitelepíteni. A kitelepítések 50. évfordulója alkalmából összeállított lista, ez egy 1997-ben elkészült lista tehát, több mint 330 somorjait nevez meg, akiket bizonyosan áttelepítettek Magyarországra, és feltünteti azt is, hogy hova. A legtöbbet Szigetbecsére, 22 családot, Rajkára, 14 családot, és ide Dunabogdányra, a mi listánk szerint 10-et, az önök összeírása alapján 12 családot. A Moson-Magyaróvára 6 család került, ám távolabbi településekre is kerültek somorjaiak, többek között Kecskemétre vagy Pécsre. A vasúti transportokról készült jegyzékek alapján tudjuk, hogy az áttelepítésre jelölt személyeken kívül sokan idézőjelben önként hagyták el a szülőföldjüket. Ezek zömmel a kitelepített családfők hozzátartozói voltak, akik odahaza fedél nélkül maradtak volna. A lakosságcsere akciót hivatalosan 1949. júniusában állították le. Hogy mi történt a magyarországi célállomásokra való megérkezést követően, azt önöknek végképp nem kell ecsetelnem. Személyes tapasztalataik és családi történeteik minden szónoklatnál vagy tudományos értekezésnél erősebbek és igazabbak. A felvidékről előzöttek tudják a legjobban, hogy a hasonló csapások sújtotta sváb településre érkezve miként váltak új hazájunkban is megbélyegezett emberekké. Újra osztályrészük lett a megvetés, a kirekesztés, sőt a gyűlölet egy alázatos helyzetben. A seb, heged, összefor, ahogy Bogdány közössége is újra egységbe ford. Hiszen ki tudná jobban áttérezni a másik fájdalmát, ha nem éppen önök, itten is svábok és magyarok. És mi tudna nagyobb egységet teremteni, mint a közös történelmi tapasztalás,
a sorsközösség. Otthonainkból elűzhetnek ugyan, de hazánkat el nem vehetik. Áll még a hazánk a magasban, ahol jog van, igazság van és emberség. Magunkban hordozzuk a Felvidéket, Dunabogdánt és az egész Kárpát-hazát. Nem kell hozzá egyéb, csak lélek, identitás és emlékezés. Illyés Gyula megosztotta velünk a titkot, a recept pedig roppant egyszerű. Dörmög testvér egy sor petőfit, és köréd varázskör teremtődik. Figyelj hát, és tanuld a példát, ha messzehatóan is némát, karolva könyvem kebelemre, nevetve nézek ellenemre. Mert ha sehol is, otthon állok, mert az a való, amit én látok, akkor is, ha mint déli bábot, fordítva látom a világot. Így maradok meg hírvivőnek, őrzeni kincses temetőket, homlokon lőhetnek, ha tetszik. Mi ott fészkel, égbe menekszik. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Kedves tanár úr, hálás szívvel köszönjük tartalmas és ünnepi gondolatait, és akkor felkérem újra Szabó András urat, hogy a beszéd hangulatának folytatásaként tolmácsolja nekünk Gál Sándor Veszteségeink című versének részletei. Gál Sándor a Felvidéki Búcson született, és Varsányi Viola könyvéből értesülünk arról, hogy Bucsról is érkeztek ide, áttelepültek. Nagyszerű költő volt Gál Sándor, nemrégen halt meg. Veszteségeink címmel hosszú versének részleteit hallgassuk meg. Akik a jégpáncélú folyón át menekültek, akiket fegyveresek tereltek az utak mentén álló fák alatt, havas esőkben, napizzású nyarakban, mesztéláb, akiket fegyverrel tereltek idegen nyelvű hegyek zúgása felé, jószágőrző cselédnek más barmát vigyázni, akik önmaguk elől szöktek, hogy ne találkozhassanak emlékeikkel, akik a folyó jégpáncélja alá merültek, azokról beszélek. Azokról, akik önként vállalták az utat, hogy a történelem békéjét megáldják. Messziről fájó gyerekkorom tanító mestereiről, azokról, akiktől a soha viszont nem látás könnyeivel búcsúztam, ezer állomáson, akik szétszették a szekereket, az ólakat, s a trágyát is magukkal vitték gondos gazdaként, hogy az ismeretlen földet kenyértermővé varázsolják az érkezés után, ha adatik nékik. Róluk beszélek. Ő róluk, akik kivert foggal tántorogtak végig Európán, feltűzött szuronyok mellett ágyú töltelékeknek odahányva. Barbár századunk árok lakóiként. Ő róluk, akik visszatérvén kiközösítettek lettek, senki földjére érkezett Káin bélyegű nép. Rájuk emlékezem. Róluk beszélek, akik a folyón innen maradtak, a parton fekete füzek csendjét tanulva, akik számba veszik a folyó sodrában elmerülteket, a kiszakítottakat, a kiszakadókat, a meg nem születetteket, a menekülni nem tudókat. Rájuk emlékezem, róluk beszélek. Nagyon szépen köszönjük. És most a koszorúzás
következne. Először a Eszterházy János Társaságtól Varsányi Viola örökös díszelnökünk és Pályi Gyula elnökségi tagunk fogja elhelyezni a Eszterházy János Társaság nevében a megemlékezés koszorúját. Utána kérném szépen a Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében, akik koszorúznak, azok hozzák a koszorút, és a kertbarátok koszorúját pedig Molnár Erzsébet és Petrik István helyezi majd el. Utána, ahogy ezt szoktuk is, de még majd újra mondom, vannak itt virágok, tehát aki szeretné kegyenletét itt leróni, meg emlékezni, akkor kérem, hogy jöjjenek ki, és egy-egy szál virággal, amit majd itt osztunk, azt tegyék az emlékmű lábazatához. És akkor kérném, aki szeretné lerúni a kegyeletét, megemlékezését, az jöjjön itt a szónokunk két fiacskája, oszt mindenkinek virágot, és akkor azt tessék elhelyezni a emlékműnél. Hála jó Istennek, megérkezett Petrás Mária művésznő, és akkor most, amíg a virágokat tesszük, és utána is egybe fogja elénekelni azt a blokkot, amit hozott nekünk. Köszönjük! Fordulj, kedves lovom, napszent ület felé, úgy se jövök többet, soha visszafelé, messze földre menek, eldbújdosom véled, szép zülő hozamot, nem látom meg többet. Az idegen földön
olyan beteg vagyok. Szomszédim házaig alig ellambolygok. Szomszédim azt mondják, talán meg es halok. Én is azt gondolom, meg sem es maradok. Idegen országba, idegen emberek, menek az utcákon, senkit sem ismerek. Szólanék hozzájuk, de ők nem értenek. Ezen az én szívem, de nagyon keserek. Kyrie eleison, Christe szépen köszönjük, és akkor fölkérem még a művész urat, hogy Tompa László Magányos fenyő című versével zárja be megemlékezésünket. Erdélyből is jutott a menekültekből ide Dunabogdányba. Franta Teréz családja érintett többek között ebben. Tompa László Reményik Sándor, Ápril Lajos mellett az egyik legnagyobb erdélyi költő, transzilvánista triász, Magányos fenyő című verse a mindig mindenhol elnyomottakról szól, akik ugyanakkor felemelik fejüket az ég felé, reménykedve és önmagukban bízva. Hogy görnyed, nyög, mint aki bűnt lakol, az ősz cibálta bús bokor, az ágakról levert levelek, a szélben fölsz lekerengenek, haraszt röpül, vén fűz nyikorog, minden csupa gyász, lom, pernye, homok,
A végét várja minden e zord vidéken. Csak én nem. Én, amíg minden omlik, összedül, gyökereimmel a kopár fokon, magányos fenyő megkapaszkodom, s állok dacsal, társ nélkül, egyedül. S míg havat dob rám, hóköpenyt, egy szeles nap vagy egy vadéj, így biztatom magam, ne félj, te tovább tartasz, mint a tél. A gúnyos holdnak, mely nekem halált, s hasonlót emleget, így szólok. Uram, láttam én már karón varjat eleget, görnyedtem én még máskor is, némultam hó és jég alatt, de törzsem ágam akkor is, a hó alatt is zöld maradt. Kibírtam én már sok telet, míg jöttek jégtörő szelek, s gajjaimon, mint húrokon, új fuvalmak zenéltek. Így múlnak, újulnak évek, én az időkkel bátran szembenézek. Nagyon szépen köszönjük a verset. Megemlékezésünknek a végére értünk. Engedjék meg, hogy megköszönjem mindenkinek a segítségét, akik a háttérben vagy közreműködésükkel lehetővé szebbé tették a mai ünnepségünket. Az ünnepség után ne siessünk haza. Itt a kis utcában egy kis agapéra szeretettel várjuk a megjelenteket, és itt szeretném megköszönni még a szomszédoknak, Kislajoséknak, meg Laciéknak, hogy ők is kicsit készültek egy kis harapnivalóval. Köszönjük mindenkinek a közreműködését. Most kérem a meghívott előadóinkat, hogy fogadják szeretettel jelképes ajándékainkat. Köszönetünk jeléül. Befejezésül Petrás Mária művésznő fogja elénekelni az Új Én Édes Jó Istenem című dalt. Azt hiszem, hogy többen is ismerjük, vagy legalábbis részleteiben ismerjük, és az a kérésünk, mindenkit szeretettel kérünk, hogy aki ismeri és tudja, az kapcsolódjon be a művésznő mellé ebbe az éneklésbe, és akkor ezzel zárjuk az ünnepségünket, és utána szeretettel várunk mindenkit ide a kis utcába egy kis kocintásra, agapéra. Köszönöm szépen a jelenlétüket! Ó, én édes jó Istenem, oltalom az segedelmem, vándorlásban reménységem, ínségemben lágy kenyerem. Vándor fecske sebes szárnyát, vándor legény vándor botját, vándor székely reménységét, Isten áld meg Erdély földjét. Vándor magyar reménységét, Isten áld meg ősink földjét. Vándor fecske hozott olaj,
édesanyja piszkire száll. Hazajöttünk, megáldott a csíksomjói Szűz Mária. Eszegyültünk, megáldott a magyaroknak nagyasszonya. Nagyon szépen köszönjük a jelenlétüket, és akkor szeretettel várunk mindenkit ide a kis utcába.